Ez itt az Adja Gyötöst, szénégető műsora. Adja Gyötöst, a kedvencét. a kedvencét. A, a műsort a PPO Prezenc készítette. Az adást a Prokopius Numizmatika érme volt támogatta. Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Adja Gyötöst legújabb adásámmal a vendégem Fodor Zoltán Fodi. Egyenesen Japánból. Szia, Fodi. Hello, sziasztok. Köszönöm a meghívást. Figyelj, hát, amikor beszéltünk erről, hogy esetleg jöhetné ide, amikor itthon vagy, te nekem nagyon fölcsigázott a gondolat, mert biztos voltam benne, hogy hozol öt darab olyan ötös listát, vagy hozol öt darab olyan ötöst, bocsánat, amiről lehet beszélni, és, és nagyon király lesz. Aha. Figyelj, a, azon gondolkodtam, ugye mindig beszoktam mutatni vendéget itt az elején, ugye az tipikus ilyen szokásos, kronológikus felsorolás, mikor született, mit csinált, hogy csinált, stb. Azon gondolkodtam, hogy hát neked szerintem elég annyit mondanám, hogy a legendás Bedlam énekese, Storm the Studio énekese, hogy fél szerintem azért, aki ma Magyarországon jobban benne van a rock metal világába, azért azt szerintem tudja, hogy ki vagy, nem? Mondhatjuk ezt, főleg a, mondjuk a 90-es években hallgatott zenét. Azok gondolom, meg remélem, de nehéz megmondani, nem tudom őszintén. Hát a Bedlam, Bedlam zenekart csináltuk, mikor? 87-től 95-ig. Utolsó koncertünk egy ilyen szigetes fellépés volt, és akkor utána sokáig semmi. És a Cicóval utána csináltuk a Nomád nevű zenekart, és az első lemezen még én énekeltem, aztán én elköltöztem Japánba. Szerintem a, az 2007 lehetett, az első nomád. Körülbelül vagy 2006 inge. Én talán. úgy emlékszem, hogy akkor jött ki valahol, hogy 2006-2007, igen. És akkor 2000 Kilencben összeálltunk a bedlammal újra, akkor csináltunk egy pár koncertet, sőt a tankcsapdával egy turnét is csináltunk, vagyis egy tankcsapda előtt. És, és utána, mivel ő megnősültem, és a feleségem ő egy amerikai-japán lány, csaj, <laughs> és kimentem Japánba párszor vele látogatóba, és 2010-ben úgy döntöttünk, hogy oda költözünk. És akkor 2017-ben pedig elkezdtük a Judy-val, aki szintén Bedlam tag volt, a Stormot csinálni, ami Storm the Studio, ami kapcsán most vagyok itthon, és lesz egy pár koncertünk, vagy van. Van pár koncertünk. Volt, mert most már decemberben nézitek ezt, azt hiszem. Igen, 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 kb. Köszi. Hogy akkor bekonferáltad magadat helyettem. Az a kérdésem, mielőtt elkezdjük, hogy ebben a sorrendben haladjunk, ahogy te felírtad? Szerintem igen. Jó, oké. Szerintem is egyébként az így kb. ül, azért kérdezem. Mert akkor kezdjünk el olyannal, hogy top 5 album. Top 5? a Top 5 album igazából, mm. de te úgy írtad, hogy top 5 legnagyobb hatású album. Igen, mert ez nem top 5 album. A több top, top 5 album az szerintem egy kicsit más lenne. Én olyasmit szerettem volna, hogy kiválasztottam azokat a lemezeket, ami egy adott időszakban a legnagyobb hatással volt rám. Tehát egészen visszamenve a gyerekkoromig, amikor elkezdtem rockzenét hallgatni meg szeretni, azt szerettem volna, hogy így időrendi sorrendben, mely albumok voltak így visszaemlékezve a leges, legnagyobb hatással rám, meg a mostani időszakban miket szoktam hallgatni. Mert erről hiányzik egy csomó olyan lemez, amit azért fölraknék, tehát mai nap már nem hiszem, hogy rajta lenne például a Metallica az első ötbe. Akartam mondani, hogy még így is, hogy igazából nem ötöt, hanem hetet írtál föl. <gül> <és> <gül> nehéz. Volt, kis nehéz trük kis volt. trükkös fiú volt, és akkor ötből lett hét. Igen, majd, majd magyarázom, hogy miért. Jó, hát figyelj, indul egy olyan nagy észtiszi Dirty Digs chip. Igen. Na akkor vissza kell mennünk az időbe. Körülbelül 11-12 éves lehettem, tehát ez ilyen 80. Kettő, nyolcon, három? De akkor már az észét. A rádióból már hallgattam, meg, meg az idősebb fiúk ott, ahol éltem, nyomták belénk. A Kazincz nőttem föl, és ott nagyon ilyen rock, meg metal orientált voltak. Nem is metal még, akkor inkább rock, meg hard rock, nem? És mondták, hogy hallottam az utcán Deep így a ablakból szólni, akkor black Sabbathot, rádióból. Mm. És akkor mondták, hogy ezek a legkirályabb zenék a világon. Tudod, így a hosszúhajus srácokat így hallgattam, Hú, <tos> 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 És uh, ami, ami miatt választottam ezt az albumot, hogy volt a könyvtárba, a helyi Kazincz-barcikai Könyvtárba egy olyan lehetőség, hogy albumokat lehetett hallgatni, hogyha könyvtári tag voltál, és akkor lehetett ki, így, kikölcsönözni. Már nem hazavinni, hanem ott helyben voltak, szerintem volt vagy 5-6 lejátszó, és akkor körbeülték az, az emberek fejhallgatóval. És szerintem ez kurva jó. Az még a mai napig kéne csinálni, mert. Tehát, és tudod, a kezemben a borító, hát ez egy teljesen most szegény gyerekek bekapcsolják a telefont, és akkor arról így zümmög a... Izé. Világ összezeneje ott van, igen. Nekem az ott volt, feltettem azt a fejhallgatót, felraktam az első számot, és így pá! egy teljesen más világba kerültem. És hát az ott, 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 meg szerintem ott el is lett döntve, hogy mi lesz a sorsom. Az első, első néhány strófa után Dirty Deeds, Don Dirty, ah, mondom, ez, ez király. Úgyhogy azért választottam ezt, aztán van, hát ott rengeteg barátom, tudod, barcikán szintén ebbe a zenébe utaztak, és akkor nekem volt egy lemezjátszóm, és volt egy haverom, akinek meg, ő megvett lemezeket, de nem volt lejátszója, és akkor hozzám jött föl hallgatni, úgyhogy neki meg volt az Let There be Rock, If You Want Blood, a Koncertlemez, egy iszonyat. Jaj, meg ráadásul a Szóljon a Rock című film. Uh -huh. És valamikor olyan. Te tudod, mikor jött az ki? A, a 80 azt mondom, ilyen 81 körül volt Magyarországon, az valahogy 81 Akkor ez talán. 81, akkor én 10 éves voltam. Azt a begyár. Uh -huh. Tehát 10 évesen az ACDC az ügy, az ügy rendesen oda rakott nekem és úgy érzem, hogy az, az úgy meghatározta, hogy oké, okay, okay, akkor én valami ebben a zenében akarok valami részt venni. Tehát már akkor én már osztálytársakkal csináltam zenekart, hatodikba, szerintem ötödikbe. Én vagyok az énekes gitár. Angus Young volt az én ideálom. <laughs> Úgyhogy ezt azért választottam. Bonskottos, most hallgattam az új a legutóbbi, adj egy ötöst, én is a Banskottra esküszöm igazán, ja, bár igen. a Back in Black azért az, az, az nagyon ott van, meg a Brian Johnson-t is tudom élvezni, de szerintem a Banskott az egy az egy nagyon meghatározó énekes volt. Majd az később igen, később Igen, is róla többet. Aztán van egy ilyen, egy metalik a Ride the Lightning. Aki most azt mondja, akkor nem lenne rajta Ride a Lightning, nem lenne? Most, mostanában nem igazán metál előadókat hallgatok a legszívesebben. De néha bekerül, de ez egy akkora hatás volt akkor, hogy ezt nem tudtam nem felírni a listára. Ennek is van története, hát ugye akkor utána az ACDC után jöttek be mind különböző zenekarok, volt a, a, persze az Iron Maiden, Judas, meg ezek a klasszikus nagyok, meg Scorpions, mit tudom, mindent hallgattunk. Volt egy gyunoka testvérem, akinek meg voltak olyan lemezek, hogy Diamond Head, ami ugye későbbi, meg Tigers of Pentang, meg oh. ilyen New Wave of British Igen. Heavy Metal. Tehát azokat is így hallgattuk, meg Ozzy, akkor már ilyen szóló Ozzy lemezek, minden volt. De egyszer csak jött a Metallica, amit szerint tarolt mindent ez még hozzá úgy történt az én esetemben, hogy volt egy olyan rádióműsor, amit a Komjádi György szerintem ő csinált, a Heavy Metal kedvelőinek, az volt a címe. De szerintem nem adta le az egész albumot, de emlékszem, hogy a konyhában ültem, anyám a rádióján, mondom, én ezt meghallgatom, Metallica Rydell, láttam már róluk képeket, volt ilyen kiflis, amikor Hetfield ilyen bagettel nem tudom, azt megvan. Igen, és <laughs> ezek milyen arcok. Gyönyörű szőke haj. egyből mondom, fú, nagyon jól néznek ki, meg, meg, kell hallgatni a metalikát. És akkor így hallgattam a, a rádiót, és az is megszólalt az első két szám. Hát olyan hangzás akkoriban nem volt előtte, szerintem. Nem nagyon. Még az a kis szar rádión is átjött az az energia, az a, az a gitárhangzás, meg dobolás, tehát teljesen kész voltam. Fight fire with fire, ride the lightning számok utána metalikás vagyok kijelentettem szerintem. És utána meg megjött a master, hát akkor meg már pláne. És utána nem sokára a, azt hiszem a, justice sal jöttek ők Budapestre, MTK pályán volt egy... Hát akkor dúlt a metalika láz, akkor majdnem mindenki azt szerette az, hogy létezik a bedlam, az nagyban köszönhető a Metallica, Megadeth, ennek a vonulatnak, Slayer, Death Angel, imádtuk ezeket a zenéket, az energiát belőle, ami árat meg utána vettük a gitárokat, erősítést, akkor... és akkor mi is próbáltuk azt a hangzást így reprodukálni. Ugye nagyon-nagyon nagy hatás, a mai napig szerintem érezni olyan megoldásokat, talán még a Stormba is amit metalik a gitáros vagy énekesek, vagy dobosok is akár. Simán. Tehát lehet. ez nálunk egy nagyon-nagyon alap. A Petya is, a Judy is, Mindannyian ezen mentünk át. Aztán egy teljesen egyértelmű hatás, hogy az Alice in Chains dörtje. Na igen. A Facelift volt az első, amit tőlük hallottam. Akkor bejött ugye ez a grunge hatás, tehát volt a metal, ment a bedlam, de valahogy ezt, ezzel, ezt mondtam is már, említettem, hogy visszajött ezzel ez a, ez a Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple által játszott stílus az úgy visszajött a zenébe, amit mi mi szerintem egy kicsit hiányoltunk. És én egyből a soundgarden Garden, a Pearl jam mindegyiket imádtam, de valamiért mindig is az Alice in Chains állt a legközelebb hozzám, és amikor a kijött a Dirt album, erre kimondottan emlékszem, megvettem CD-n, és forgott a CD. Tehát lejátszott, nem tudom, hogy mondják azt, ilyen folyamatos lejátszás. Mm -hmm. Mint ahogy a Storm szövegben is van. Tehát bekapcsoltam, és akkor feküdtem az ágyon, és hallgattam az, az egészet előről. Iszonyúan szerettem. De bármelyik, amit utána, a, tehát a lényztéli, amiben velük csinált, az, az minden nagyon tettett. És a, az újabbakat, másik énekesen? Az új éne én nem tudtam, nem tudtam bevenni ezt szerintem. Interneten már említettem. Én Nekem valahogy nem nem tudom, én túlságosan nagyra értékeltem, vagy tartom még mindig a lénystélit, és egyszerűen nem megy. Hogyha a Kentről énekel, szólója van, az oké, okay, de hogy eliszincsén számokat, régieket, egy új arc, nekem úgy nem megy. De tudom, elfogadom, másoknak tetszik, meg minden tisztelet, meg minden, de én, én nem tudom sajnos követni. Hú, uh, hát most nézd, hogy Red Hatból kettőt írt, írtál fel, írtál hogy akkor az nem is hét, hanem nyolc lemez. Az. Ez nyolc? <laughs> Azért ez így... írtam kettőt, mert igazából a Blood Sugar Sex Magic volt nagyon nagy hatással rám akkoriban, de manapság még a One Hat Minute-re esküszöm, hogy talán az a legjobb lemezük. Mindenképpen. És ahogy írtam a Blood sugar akkor mondom, hát ez így nem fair, <laughs> de, de igazából Hát amikor meghallottam a nekem a igaza, először a Mother's Milk eljött be a Red Hat. akkor volt egy időszak, amikor együtt mozogtunk a most ő a Bátori Zoltán néven Five Fingers Five Finger That Punch na, yeah. Szerintem ő adta nekem oda a Mother's Milk-et kazettán. Volt egy időszak, amikor egy együtt laktunk, vagy egy nagyon közel egymáshoz, meg együtt mozogtunk, és ő volt, aki úgy igazán először mutatta, meg a, meg a Somogyi Peti, aki a Bedlamnak az ügyeit intézte. De volt az MTV-n egy pár ilyen nóta, azt hiszem a Higher Ground, amit először láttam, ez egy ilyen feldolgozás. Tehát a Chili Pe Peppers az egyből beütött, az kész voltam tőlük. Mm. Ott is az energia, az, hogy mennyire egyéni, mennyire más volt, mint amit addig szerettem, de mégis ott volt benne az a, az, az összetevők, ami, ami miatt én szeretem a zenét. És ez a mai napig egy szerelem, én nem tudom őket letenni, megmondom őszintén, hogy az első Bedlam turnén a Mother's Milk szólt a számok között, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy Blood Sugar Sex Magic volt az, ami nagyon-nagyon nagy hatása volt abban az időszakban, amikor kijött. De az végigment itt a város, az nagyon mindenki, és nagyon sok ismerősömnek úgy hatott ránk. Tehát ezek, ezek így, tehát ezeket én így átéltem real time-ba, amikor megjelentek. Ez nagyon érdekes időszak volt. 91, Éppen tegnap beszéltem a, a Binges Zsolti, hogy akkor jött ki a Ten, a az évben, akkor Bad Mother Finger szerintem. Volt egy olyan, ez a 91, az úgy olyan volt, mint valami, most így visszanézem, hogy micsoda. Akkor meg úgy el voltunk így szinte ö, kényeztetve. Hát mindenképpen, tehát nagyon sok hogy, hogy a 90-es években rengeteg ilyen kultikus lamezők. Most mondhatnám, hogy a Fate No More Angel Dust, vagy a King for a az is lehetne ezen a listán, ebbe a, itt a hogyha Chili Peppers-t mondom, hogy nagyon sok zene, amit mai napig szeretek, az onnan, abból az időszakból van. Szinte megragadtam ott. Ti aztán olyan van következőnek, ez meglepett a zenekar nem feltétlenül, a lemez igen, Deftonsnak a Koino Jokán lemeze. Igen. Az meg azért a Koino Jokán, mert amikor az kijött, akkor már Japánban éltem, és Japán című lemez, és nem, nem hallgattam a, a, emlékszem, hogy amikor kiköltöztem, akkor Red Hot Chili peppers hallgattam hónapokig. Tehát, hogy nem találtam a helyem Japánban, nem találtam a fogást új kultúra, meg országba. És rájöttem, észrevettem, hogy ha olyan zenéket hallgatok, amiket nagyon szeretek, akkor olyan, mintha otthon lennék. Vagy hogy mondjam, ilyen, ilyen, ilyen komfort érzést adott. És volt egy időszak, hogy, hogy utána meg Deftons-t hallgattam nagyon sokat. De az, az összeset. White Pony-tól kezdve, hát a populárisabb Ugye? Az, szerinted azt mondaná hát, kapcsán. az, kapcsán. Az, az, igen, az az igen de ilyen definitív lemez, ami elsőnek mindenkinek eszébe jut. De a Koino Jokán, amikor kijött, akkor nem találtam rajta rossz számot, és teljesen oda voltam, és utána sikerült is megnéznem őket. Majd elmondom, hogy hol. <laughs> Nézem itt a listát. Igen, igen. amúgy, szerintem is az egyik legjobb lemezük. Tehát, hogy nekem nagyon későn esett le a Deftons, úgy igazán tavaly nyáron, amikor láttam őket élőben, és hogy akkor ugye végigmentem a diszkográfián többször, és úgy, úgy, ezt hallgattam sokat, meg a, meg a White it nyilván. Uh -huh. Hát aztán hoztál egy ilyet, ami az sokat nem fog tudni hozzászólni. Mert? nekem ez egy fekete folt, ez a zenekar. <laughs> de az ott slash van, látod, hogy Deftones, Koi no Jokán, vagy szóad. Ja, jó, ja, hát figyelj, én azt hittem, hogy külön van, mindegy. Akkor fi, akkor ne is beszéljünk róla. <laughs> jó, nagyon szeretem a System of a Down zenekart, mert szerintem egy olyat hoztak a, 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 metal palettára, amit még előtte senki, meg azóta sem, és nekem egy nagyon érdekes zenei világot uh, tudnak nyújtani, és ez a Still This album volt a... Jó, jó. De nem, csak tök érdekes, hogy, nem tudtam soha megszeretni a systemet, de például a Dog Fashion Discot meg imádom, amit a hasonlót. Aha. Azt meg én nem is ismerem. Vannak ezzel pár millióan így a világon, de hogy, <laughs> én nem, hogy kb. egy időben is indultak, ha jól emlékszem. Dog Fashion? Dog Fashion Disco, igen. Okay. És, és valahogy így, így, tehát ők, ők nem futották be azt a karriert, amit megérdemeltek volna. Figyelj, igen. viszont a, Ugye oké, okay, megbeszéljük az öt lemezt, ugye, hogy akkor kettő csalást a végén nem, de szeretném, hogyha törnsztál egy pár mondatot beszélnénk, mert ez a nagyon friss lemez, egészen pontosan 2021-es. És tök megérültem neki, hogy feltetted ide, mert az a lemez nekem is baromira bejött, amikor kijött, és most meghallgattam újra, és rájöttem, hogy igen, még mindig. Van, jó. igen, Azt hiszem az egész van vagy 30 perc, vagy 20-val. Hát, 31-2, igen. Ez meg úgy történt, hogy hát igazán új zenéket nem nagyon sok, nem gyakran találok, ami, ami betalál, és benn is marad a lejátszóba. És amire azt mondom, hogy na igen, ez, ez király, ez eredeti, ez még tudott újat nyújtani, vagy olyan régi dolgokat úgy előadni, hogy, hogy az most van rajta egy új csavar, és a turnstyle az az, az, az egyik. Ott azt, az történt, hogy a kedves közös ismerősünk, barátunk, Gróf Balázs rakta ki a Facebookra, hogy itt van egy dal, az ennek a zenekar neve Turnstyle, és akkor kinyitottam, és mondom, fú, basszus, azért ez, ez király, és végighallgattam a lemezt, és levitte a fejem. És azóta is szeretem, most az utóbbi időkben talán ők az egyetlen, aki befér ugye a lejátszóban a nagy régiek közé, és meg őket is megnéztem élőben, majd arról is beszélek. Tényleg? Nem is figyeltem, hogy felírtad. Jó, oké, oké. Na hát akkor át is ugrunk oda, hogy top 5 koncert. Uh -huh. Top 5 koncert élmény. És így inda egy olyan nagy fate no Pecsa 1995. Aztán rájöttem, hogy a 93-as. Igen? Jó, talán a, ami jobb, hát 95-ben már King Fordével voltak itt, 93-ban pedig az Angel Dust. Mind a kétszer Pecsába volt. De most, amire úgy jobban emlékszem, nem tudom miért, lehet, hogy ott több, több sört a 95-ösön, 93-ban iszonyú buli volt ott a, a Pecsá szabadtéren az, mondjuk láttam őket 91-ben is a, a No More játszott, Soundgarden Fate Monsters of Rock lehetett. Ja, tudom, igen. Guns Roses? Igen, 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 igen. Tehát a Guns and roses én hazamentem. Én már... Te az én emberem. Csak, ugye Hogy, a Grove Balázs megszólassa, hogy megint Guns and Roses hazas. Na, igen, tehát megint őket. De mindegy, már akkor láttam őket, de akkor a hangzás még nem volt annyira jó. A 93-as pecsáson nagyon jól szóltak, és amit ott teljesített a, a, a Patton, attól én teljesen ki voltam meg. Angel Dust lemez, az, a tegnap hallgattuk a többiekkel. Úgyhogy az nagyon szép kis este volt. Az is, mert 95-ös is, az is jó volt, csak akkor már, hogy Szerintem ott többet ittam, hogy annyira nem. A, a társaságot nagyon jó volt. Mindig, mindig megpróbálkozok éppen a fétnumor És de nekem ugyanaz, mint a, a szisztem, hogy nem tudom befogadni. Tehát hogy így, nekem olyan sok, vagy nem tudom, hogy. hogy de érdekes, hogy. De mi, mi a sok? Nem tudom, hogy az egész valahogy hogy nem, mint a nem nekem. Nem, hát mondjuk a, az egyik jön a másikból, szerintem a, a szisztem az biztos, hogy fétnumor hatásokból dolgozott meg. Szerintem the Grave az egyetlen dolog. Amit hát ez gyönyörű, gyönyörű így volt egy helyi zenekar Tesztelgon környéken, aki, aki játszotta folyamatosan, és ezen felbúzdulva megvettem ugye a King Friday kazettát, hogy de jó lesz. Szerintem de egyszer meghallgattam, és így nem tudtam többet, de nem próbálkoztam vele most már egy pár éve, uh -huh. úr, inget meg még egyet meg is vettem cd de uh -huh. ilyen háthatod majd, ez így ösztönöz rá, hogy de hallgassam, de nem, nem eddig kibújtam a feladat alól, majd most, most valamikor megpróbálom újra. Átveszem őket. <gül> Nyugodtan. <gül> Aztán ugye, előbb azt hatt, hogy elárulod, hogy hol láttál a deftones akkor itt a lehetőség, hogy Igen. hol láttad 2013-ban. 2013, szerintem a Koinon-jokán akkor jöhetett ki, vagy az, az évvel előtte. Igen. De már rongyosra hallgattam, amikor jött a koncert. És pont májusban van születésnapom, és akkor jöttek Tokióba az Ash Festen voltak. Ez egy kétnapos fesztivál, ami szerintem minden évben van. Most a COVID miatt nem emlékszem, hogy mi, mi volt. És Slipknot volt szerintem aznap, a Deftons után, amit szintén ott hagytam. <laughs> és Hazudnék azt, hogy ezt nem értem meg. de... de tehát én kimondottan Deftonsra mentem, a feleségemtől kaptam a jegyet szülinapomra, és azt kell tudni, hogy hát egy ilyen, én Fukókában élek, és jön ezer kilométer Tokió, tehát oda kellett repülnöm, De... hotel, minden. Nagyon jól éreztem magam, egyedül voltam, aztán összefutottam egy ismerősen, nagyon érdekes, hogy azt gondoltam, na, hogy itt! Tuti, hogy nem találok senkit. Itt elkezdtem sörözni, csak akkor egyszer csak egy srác rám szólt, hogy hey, Fudi, egy japán srác, akivel találkoztam előtte feleségem révén, valami miatt, és ő egy dobos. Na mindegy, ez csak úgy egy, egy, egy tök jó uh, kis. I, i, aha. Nekem egyetlen egyszer sikerült úgy koncertre menni a világba, mindenhol, hogy ne találkozzak ismerőssel az a 2019-es Frankfurti linyelcki kinyert volt. Mindenhol találkoztam. Legalább egy valakivel, aki, aki vagy engem ismert, vagy én ismertem őt. Aha. Adat, Na mindegy, jó buli volt a Deftons, az összes számot játszották a Koino Jokánról szinte, és én meg ott üvöltöttem egyedül, körülöttem a japánok többi. <laughs> Igen, <gül> a kultúrát szurkulás Ja, nagyon aranyosak. Ott nincs baj, semmi ilyen. Mindig jó helyen vagyok. <laughs> Aztán figyelj, van egy 2014-es szigetes Queens of the Stone Age. Igen, akkor meg pont a Like Clockwork, Aha. akkor jött ki az az album, és azt nagyon tetszett. Jöttem haza, itt voltam vendégségbe a Petyánál, és akkor Petya is pont éppen arra az albumra nagyon rákattant, rá és akkor mentünk együtt megnéztük, hát így hárman barátokkal, és nagyon jó élmény volt, mert régen voltam a szigeten, szerintem előtte nagyon régen, és az a rengeteg külföldi, meg minden, hogy összeköti a zene az embereket, minden, mindannyian csak így élveztük a Queens számokat. Tehát egy jó hangulatú, nagyon jó este volt. Meg tök jó az az album, azóta szerintem, ugye az utóbbiakat úgy nem tudtam. Úgy nem annyira. De még nem töltöttem vele elég időt. De az az igazság, hogy a, a csávóval van bajom. Úgy láttam, hogy milyen ember, egy kicsit úgy kis szerettem belőle. De a zenéje azt tetszik. De a viselkedése az, az nem annyira. Na fura fiú. Az, de nem kell, hogy engedjem, hogy az befolyásolja. Nem, ja, szeretem. persze. nem szeretem, amikor valaki, amilyet, hogy jaj, ezek ilyenek, meg olyanok, azért nem hallgat. Na mindegy, nagyon jó buli volt Sziget 2014. Durva. És van egy 2022-es Kölni turnstile, amire mondta előbb szintén, hogy láttad őket. Köln, igen, az tavaly történt, akkor is jöttem haza Magyarországra, és direkt nagyon dühös voltam, mert a legtöbb ilyen Covid által elmaradt koncertet tavaly tartottak meg, és a legtöbb az ilyen júniusban volt, tehát volt Red Hot Chili Peppers itt Budapesten, meg nem is tudom, rengeteg minden volt. És mindet lekéstem, mert én meg júliusba tudok jönni, Passzus mondom, nem igaz, hogy nem tudom megnézni semmi, annyira szeretnék valami koncertet látni, és nézegettem a neten, hogy mi lesz, hol lesz, és akkor azt találtam ki, hogy én elmegyek meg, meg a másik meg az, ami közrejátszott, hogy Hollandiába akartam menni, mert visszafelé a előző évben KLM-mel repültem, és nagyon tetszett a hangulata a Amsterdami reptérnek, meg a, meg a, az, a holland emberek, ahogy foglalkoztak velünk, és mondtam, Hollandiába el kéne menni, meg akarok valami jó koncertet, és akkor láttam, hogy a Turnstile játszik Kölnbe. És közben kiderült, hogy van egy barátom holland határon, holland-német határon, Köln, ami egy óra volt, úgyhogy megérkeztem Hollandiába, ő várt engem kivitt kocsival koncertre, végig tomboltam a turnstile ő meg jut a kocsiba. De nagyon jó volt, mert tudod, Japánban egy teljesen más életet élek, ilyen tanár vagyok, apa vagyok, és akkor tehát így várom, hogy végre jövök egy koncertre, fölveszem a faszak kis pólóimat, és akkor járkáltam, hogy sörrel a kezembe. a nukleáránról állt. Aha, mert? aha, nagyon jó volt. És a németek nagyon, nagyon tetszett Külön, közönség. De jó kis punk koncert, ilyen hardcore, ilyen beugruáltak. Én persze háttérbe csak énekeltem a szövegeket, ittam a söröket. És figyelsz, van egy idei buli is, rajta, egy oszakai élet, hát -e Igen, azt is nagyon vártam, már láttam, hogy mocorognak, járkálnak Európába, vagy. Uh, igen, Európában voltak először, most meg megint visszajött. És akkor mondom, miért nem jön senki Japánba basszus mostanában? Hogy van ez? Vagy mi? És akkor megláttam, hogy bejelentették szingapúri koncertet, hát mondom, azt nem igaz, hogy Ausztrália, Új-Zéland nem, nem igaz, hogy nem tudnak Japánba eljönni már Szingapurban jönnek, és akkor más nap, vagy azután két nappal jött, hogy Tokio, Osaka. Tudom, hogy yes! Akkor már vettem is a jegyet, szerintem én voltam az egyik első osaka Megnéztem, hogy mikor érek rá. Ez is valami keddi nap volt. Megint Osaka is, vagy 800 kilométer, úgyhogy oda is repülő, <laughs> szálloda. Februárban volt, elég hideg volt. Ott is találkoztam egy barátom, oda már tudatosan van egy kiótói haverom, ki szereti az ilyen zenéket, és akkor összefutottunk, ittunk egy sört, egy sör fért bele az időbe, mert nagyon szűk volt ott az időzítés, és akkor á, iszonyat volt frussantét látni újra élőbe, meg imádom, az új számok közül a The Heavy Wing című hát én már azért az egy számért kifizettem volna a jegyet, megmondom őszintén. Nagyon jól éreztem magam, utána elmentünk kajálni, az beültünk egy ilyen helyre, és mindenki redhat koncertről jött, és ott á, kiveséztük a koncertet a japán arcokkal, á, nagyon jó volt. Nagyon jó kis koncert volt, imádom a... Tehát nekem a Chili Peppers még mindig tud adni valamit. Bevallom, hogy már nincs ott azért ott az az energia, mint a Blood sugar, vagy a One Hot Minute, hát, jó, de, 60 évesek. Éve, igen. 60 éve. Néztem, és éppen azt néztem, milyen jól néz ki ez a kiedis Én, ha olyan leszek 60 évesen, azért az, az, jó lenne. Én bajom voltam most, hogy bajom az Erdogan kedden, hogy néztük, és én az meg, hogy néz ki a Billy meg az Even is, halad. A pornósztár. Rockstar PIMP, igen. <gül> <gül> és én mondtam, hogy az hogy cserélnék vele fizikumot szívesen. Hát, jó. Na, aztán van egy olyan, hogy top 5 énekes. Top 5 zenész előadó. És... Uh, Picit... Picit egy is, meglepő módon egy pódiánóval kezdődött. Az is inkább uh, hatások. Tehát énekes hatásaim, azt kell, hogy mondjam. Jó. Diano, az első két Iron Maiden, az nekem egy nagyon nagy, nagyon-nagyon uh, szeretem őket, és a Poldiano mindig jobban kedveltem, mint a Bruce Dickinson. -t. Tehát a Number of the Beast még oké, okay, Peace of Mind oké, okay. De utána lekapcsolódtam ott is. Na, várjál? Somewhere in time? Uh -huh. Környékén. Akkor már úgy volt egy ilyen, ha? De elismerem, de nekem valahogy a poldiánonak volt egy ilyen nyers, ilyen kicsit punk hatás, de mégis ilyen <kül> nagyon egyedi, egyedi témákat rakott arra a zenére. Úgyhogy azért írtam őt, és zárójába bonzkodt, aki szintén annak az időszaknak, szerintem meghatározó énekese volt, akit agyba főbe hallgattam, és szerintem az, ahogy ő ritmizál, meg ahogy előad, hát az, az kész. Ő, maga volt a rakentról Szentem egy, abban az időszakban. Abszolút. Például egy kérdés csak, hogy a, ugye, oké, okay, két médenlem az a énekelt, meg azóta, vagy 40 vagy 50 lemezem volt, ami közreműködött. <laughs> Azokat nem hallgatom. Ugye egész egyszerűen ami nem is nagyon van benne értékeltő szerintem. Ja, hát, jaj, jaj, Hát tudom. De az az első két Iron Maiden az annyira tetszik mai napig. De hát a karakter akkor egy nagyon jó karakter volt szerintem. Mm -hmm. Ott kellett kezdenem. Aztán jön Mr. Biafra. Ja. ja, hát pankhatás. Volt voltak barátaim, akik már hallgattak. Tehát én volt egy ilyen társaság, hogy teljesen metál, és voltak a pankok, akik már ilyen, azért már Iggy is hallgattak, meg Sex Pistols, meg ilyenek, egy beszivárgott az is. És a Dead kennedy <Disney> volt az, amikor felkaptam a fejem, hogy hogy énekel ez a gyerek, ez milyen király. Meg azok a szövegek, meg a megoldások. Van benne egy olyan ilyen pimasság, ami, ami, ami szerintem nagyon tetszik a mai napig is, hogy, 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 hogy egy énekesnek kell, hogy legyen benne egy ilyen passzus. Ezért. Hát figyelj, szerintem ő egy annyira karakteres előadó, hogy szerintem ha, ha nem tudod, hogy ő énekel, akkor is tudod. Tehát, mert ilyen abszolút rájellemző dolgok vannak. És érdekes, hogy most, amikor ugye néztem, hogy miket csinált még, ugye a Guantanamo School is olyan, hogy nem ott is vannak tök jó dolgok, de a Spoken Word lemezeiből meghallgattam egyet, és az is baromi szórakoztató, hogy beszélt, ez a beszéd, a, ja, minden ja, ja. olyan karakteres. Abszolút, abszolút, Én tök jó, tök jó pacek a csávó. Ja. ő is ilyen hatásként jelölném meg. Aztán jön egy Márk Oszegveda nevű fiatalember. Őt <laughs> meg tavaly láttam Egyszer sikerült is velük együtt fellépnünk. Bedlammal játszottunk a Death Angel-lel Hegy a Fesztiválon, talán 2009 körül. Uh -huh. Igen, ott, ott. Tehát őket láttam élőbe párszor, három-négyszer, de tehát volt az Act 3 nevű albumuk, ami, ami teljesen kiverte nálam a biztosítékot akkoriban, az, az, a dobolás, a gitározás, ének, éneklés együtt a gitárossal, ami harmonizáltak, akkor talán az volt az első olyan, ami, 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 tetszett, hogy miket énekelnek ezek, Atya Úristen, meg abban voltak, azok bátrabban használták a akusztikus gitár dolgokat is, szóval ez nagyon nagy hatás volt az az album, és amiatt, mint énekes, tehát az első három album. De aztán most így néztem, most már megöregedett, olyan lett, mint a Ronnie James Diót szinte. <laughs> hát mondom, most már túl magasakat nyom, én azt nem. Most már annyira nem kedvem. Szerintem manapság már Krisz Kornát se bírnám annyira, mint fiatalon. <laughs> Érdekes gondolat. De a Plantet igen, azt, azt még bírom. <laughs> De ezek a magas, frekvent, ezeket már úgy nem díjazom annyira, mint régebben. Jó King Diamond, nem? Ha? <gül> <gül> őt is láttam tavaly, Fezenen. Petya elrángatott, mert ő imádja. Nekem soha nem volt a Fú, engem, Mercy hogy vagy King Diamond. Ki szegény Lina Laci mondta nekem mindig, hogy Mercy fate, nem ghost meg, igen, szép gyerek vagy, te tudod, és így... <laughs> Meg a Bozsóval, aki a sportás, hogy és ezzel basztatott mindig. De nem tudom, nem, nem nekem ezek a nagyon sikítozós dolgok soha nem jöttek be. Aztán ugye az előbb említett lénysztéli itt van. Hát az kész. Az olyan énekes, szerintem azóta sincs. Az, az van meg bennem mindig az a kép, hogy uh, volt a Amplug belső és kibotorkál egy napszemüvegbe a rózsaszín hajával, szerintem kettőig nem lát, leül a szám elején, és olyat énekel, tehát belép, hogy, hova? Tehát így... Konkrétan ugye, a, mikor először, szerintem én azon keresztül ismertem meg őket, hogy azt hallottam először, így elejétől a végéig, az amplákdót, és hogy a, a Voltot éneklő, ott meg. ezt szoktam mondani mindig, amikor a meninde in the hallgatom, és énekli a refrént, hogy így nem lehet énekelni. Hát az azt bedlammal próbáltam én azt énekelni. Nem sokszor jött ki. tudod, <laughs> 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 hogy, hogy, annak ellenére, hogy és szentségtörést fogok mondani, hogy te mondtál az előbb, hogy lehet, egy szentségtörés ilyet mondani, én most jelen állás szerint a három duvalos lemezt többet hallgatom, mint Aha. a koraiakat. És picit talán most közelebb is állnak hozzá, de ettől függetlenül azért, meg azt például láttam koncertfelvételeket, ahol a duga hibátlan kénekli a manindobaxot, a hmm. de mégis a, a lény olyan karakter, meg a mad season, nem ez meg a mindenhol. Jó, hát ezt még nem is mondtam. Ezt is imádom tényleg. Ez elképesztő. Wake hát, up. Hogy, hát meg úgy az egész elejétől a végéig. Hát igen. És azt sajnálom, hogy nem láttam élőben soha. Vannak barátaim, kép, fényképen ott vannak mellette, tudod, a puli kék hajjal a izé, stéli mellett. Basszus. Hát igen. Hát... Sose láttam őket élő. Ő, mikor? 97-től? Vagy hogy nem? 98 tól Vagy nem koncertezett? De... Valami olyasmi. Kis nagyon mozdult a lakásból, szerencsétlen. Ja. Hát még elég, ez egy, elég tragikus sztori, hogy mi lett vele, nem? Tehát azért ez a 34 évesen így meghalni. De hát valószínű, hogy ő nem tudom, hogy ez kellett, hogy legyen ahhoz, hogy ilyen... Tehát ez az önpusztításnak a eredménye, hogy ilyeneket tudott énekelni, hogy így szívből... Csak így belegondoltam abban, fájdalmasan, amikor... Fájdalmasan, nem? Belegondoltam abban, amikor jegyzeteket csináltam, hogy én idősebb vagyok most, mint ő volt. Tehát, hogy ilyen... Aha fura volt, hogy ez a felismerés. Hát, ez, ja, hát rengeteg ilyen nagy zenész meghalt fiatalon. Ja. és a többiek, hmm, ugye igen. Persze. Hát aztán itt van nyilván Mike Patton. Mike Patton az meg, az meg az mit nem tud énekelni, meg mit nem tud csinálni a hangjával. Azon pont tegnap hallgattuk, most tegnap, azért mondom ezt így többször is, tegnap meg a Éknál volt egy ilyen kis kerti parti, és akkor mi is azt szoktuk csinálni, hogy beteszünk egymásnak zenéket, hogy ez mi például, hogy ezt, na ez mi pár hangból, vagy, vagy na ezt hallgass meg, és akkor valaki berakott egy no More-t, meg talán még Peeping Tom számot is, de a, 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 amiről, ami meg nagyon durva volt, hogy talán az I Am Legend filmbe ő volt a, az ennek a hangja. Az összes az ki, földön kívüli ilyen szörny hangját a Mike Patton kölcsönözte a filmhez. Ilyen, uá, uá, tudod, ilyen, mutatták, hogy csinálja. Meg lehet nézni a Youtube-on. Beszartam. De hát csinálja ő már zenékbe is ezeket. Persze, a csomó van, meg minden. Mm. Hát, sőt, ám már több filmzené van, mint bármi egyéb, pedig azért aktív volt mindig. De van, renge, rengeteget azért. dolgozik. Ja. Hát igen, ő elég szuggesztív frontember, az biztos. Úgyhogy így a, szerintem kicsit ez is közrejátszott abban, hogy nem tudtam, hogy igazán a fétnumor rákattan, és hol majd nekem az ember maga sok, tudod. Hát az, annyi, az annyi, minden van benne, tudod, hogy nem tudom lekövetni. hát ő én. őrült. Igen. Judy mesélte, én nem láttam ezt hogy szigeten lehetett egy koncert, ahol elkezdte enni a cipőfűzőjét, Igen. és valami 10 percig csak az volt. nem láttam, majd megnézem, ha föl van véve. És te hoztál olyat nekünk, hogy top 5 könyv, Aha. aminek azért örülök, vagy örültem, mert hogy. Top 5 könyv. Kevesen hoznak könyvet, és én meg tök szeretek könyvekről beszélgetni. Főleg ugye, hogy azért itt elég sokrétű ez az ötös, és például rögtön ugye kezdesz egy kis herceggel, ami azért tudod ugye, tévedésből gyerekőnynek apostrofált valami, ugye? Én, én, ezt is úgy hoztam, hogy a időrendi sorrendbe, vagy ja, hogy mostanában. Igen, ez is időrendi sorrend, tehát gyerekként olvastam, vagy hallottam először a kis herceg sztorit, aztán meg uh, utána elkezdtem többször is magyarul is, és utána angolul is olvastam. De hát én imádom magát, a történetet, és mindig nagyon szerettem az ilyen rejtét a, az életben. Tehát egész fiatal korom óta az úgy foglalkoztat, hogy miért vagyunk itt, hogy kerülünk ide, mi a célja az életnek, mi a célja az én életemnek. És ezek az, ezek az ilyen könyvek, vagy történetek, amik úgy egy picit úgy elgondolkodtatnak, vagy vagy, 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 egy ilyen kis szikrát adnak, hogy ez egy érdekes ilyen vonal. És mindig nagyon tetszett benne a, azok a metaforák, amiket az író itt használ, meg a, a, róka, meg a hercegnek, a, a kis hercegnek a, tört, a sztoria, az mindig nagyon tetszett. Hát, nem tudok sokat mondani, meg nagyon régen nem olvastam, tehát legutóbb már régen olvastam, de ez úgy benne van abban, hogy a, a, megemlíteném, hogyha öt olyat kell mondani, ami tényleg nagy hatásra volt rám. Ezzel kezdődött. Ez olyan, mint a Dirty Deeds lemez. Persze, Csak persze, persze. Könyv vagy sztoriba. Figy, aztán a, a következő könyvben meglepődtem egy kicsit, megmondom őszintén, ugye a Skeruak úton című könyve, uh -huh nem nagyon tűnsz az egy ilyen beat nemzedékes figurának, ugye erre szokták mondani, hogy a Bitnemzedék nemzedék bibliája ez a könyv. Ja, ja, ja. De lehet, hogy nem tűnök annak, de szeretem, meg szerettem is, meg a, a többi képviselőjét is olvastam a beat korszaknak. Ez úgy történt, hogy amikor még otthon laktunk Kazincbarcikán, a Bedlam időszak a legelején, akkor volt egy nagyon kedves pedagógus házaspár, akik úgy a szárnyok alá vettek minket, a, a, a férfi vagy srác, vagy nem tudom, hogy mondjam, mert akkor nekünk idősebb volt, de most már, már más a kapcsolatunk. Tehát ők, ő gitározott, és akkor ő a cicón keresztül így ilyen zenei ötleteket adott nekünk, meg tanácsokat, és a felesége meg ilyen könyveket ajánlott nekünk mindig, hogy ezt olvastad, vagy szeretsz olvasni, mint mit. És ők nagyon nagy hatással voltak szerintem rám, hogy egyáltalán elkezdjek olvasni. Akkoriban sokat olvastam, így 17-16-tól. Időszakosan van nekem az olvasás. Tehát uh -huh. van, amikor egyáltalán nem olvasok évekig, csak film, vagy hogyha már ilyenről van szó, de az az első ilyen időszak akkor, akkor nagyon sok könyvet kaptam ettől a lánytól, és ez úgy elvitt engem, nekem mindig bejött ez az Amerikába, így ezért csak úgy eltűnni, meg úgy. Olyan freedom feeling volt, ilyen szabadságérzetet adott ez a, ez a könyv. Ugyanazt éreztem talán a Jimi Hendrix zenéjéből, amit ez a könyv sugal, hogy hogy ezek a csávók úgy próbáltak így a háború után egy olyan Amerikát felfedezni, ami szerintem ők megváltoztatták azért a köz tehát a Ellen Ginsberg, meg a a Storm the Studio név is egy ilyen bőjön, egy ilyen szerző, a, mindig elfelejtem a nevét. De mindegy, ott van a netem, kiraktam egyszer. <súl> Aztán figyelj, itt van a Uber klasszikus, Herbertnek a dűnéje. Ja, na az is olyan, hogy nagyon régen olvastam magyarul, aztán volt ugye az első film, az úgy nem tetszett, vagy hogy... Vajon miért? ha nincs félére gondolsz, az nálam konvergál a nézhetetlenhez kell. Ja, 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 szóval... Na de mindegy, a könyv az, az, az tetszett, és most, amikor hallottam róla, hogy lesz az új film, nem is tudom, három éve lehetett? Valahogy úgy, igen. Három-négy, valami, így volt a bejelentés. Igen. Ugye? Akkor mondom, fú, basszus, már elfelejtettem a sztorit, de imádom, emlékszem, hogy dűne az alap, és elkezdtem, olyan megvettem a, a, angolul, az első hármat szerintem, a hat, ugye hat az eredeti az hat kötet, igen. Hat kötet az eredeti, és az első hármat megvettem, és akkor a, most az volt, hogy a Covid idején megint elkezdtem olvasni sokat, mert hirtelen sok szabad idő igen. Mi, zuhant ránk, vagy nem is tudom, és a feleségem is elkezdett olvasni, és akkor kettesbe így találtunk egy nagyon jó könyvesboltot, ott Fukókában, ahol voltak egy csomó leértékelt angol nyelvű könyv, és arra mi rá Cuppantunk, és megvettük a felét, vagy nem tudom, mennyi, nagyon sokat, mert eléggé jó árba voltak. Meg elkezdtünk online így rendelgetni könyveket, úgy összerakunk egy ilyen kisebb könyvtárat. És hát a Dűne volt az egyik, amit mostanában olvastam, amin megint beütött, és utána meg, meg is néztem a filmet. És tetszett? A film? Uh -huh. Nekem nagyon. Jó. Nekem nagyon. Vannak ott olyan ismerőseim, Fukókába is mondják, hogy hát ez unalmas, meg szar, meg ez. Hát szinten. akkor más és néztünk. És mit gondolsz? A, hát nem kritika, hanem inkább ilyen észrevétel a dűnek kapcsán, hogy azért valószínűleg innen is lett a Lucas a Star Wars sorozatot. Hát el tudom képzelni. Az biztos, hogy a, a Dűne az a, az a bestseller sci-fi. Tehát többen veszik, mint a, többen vették meg, mint a Star Wars-t, maga a könyvet. Persze. Tehát könyvben az a tudományos fantasztikus, hogy mondják Hi. itthon? Szifi? Szifi. Sci Sci-fi. Igen. A japánok meg SF. <hums> <hums> SF? Szereted? Aha. Akkor, hogyha úgy hívjátok, jó. Most már ezt is tudjuk, akkor ja, ja. szeretem. Já. Aztán a következőnek meg itt van a Ray Bradbury klasszikus a Fahrenheit. Ja. 451. Ma ez is Covid alatt elkezdtem, a ah, basszus újra kell olvasni néhány dolgot, a Mars krónikák, az is szintén angolul, megvettem, és akkor jött hozzá a Fahrenheit, hát, és na nagyon nagy hatása volt rám újra. Vagy hogy most még inkább. Tavaly vagy tavaly olvastam el újra én is tavaly előtt, mert nekem is a Covid hozott egy olyan olvasási lázat. Igyekeztem előtte is sokat olvasni, tudod, de hogy akkor ugye így nagyon volt idő. És itt tök ledöbbentem, hogy ez egy 53-as könyv. Ja, nem. ja, ja. Elképesztő. Mint a diktat, hogy 50 és évek de végén, 60 évek olyan dolgokat írt, hogy honnan a faszból látta előre. Tehát ez a... Emlékszem, hogy volt egy időszak, amikor sok Bradbury-t meg déket olvastam, jöttem haza, akkor még gyárba dolgoztam, jöttem haza éjszakás, és a itt hallod, szerintem figyel -e, ez a közlekedés maga, az ATM, azon keresztül figyelnek, és így totál ez egy ja, az ember, de óriási, or orri óriás, igen, tehát az a tel teljesen így. Hát így. ha olyanok a tolvasó, ja. Hát akkoriból olvastam a csordói könnyen, mondta a rendőrt, a diktor, és az a -e. én is, én is Hú, a... mondtam, hogy jó, nem. Főleg ugye itt a Fahrenheit-nél meg ugye az, hogy az alapsztória teljesen az a klasszikus disztópia felütés, meg az egész történet, ugye ilyen ma már tipikusnak mondhatod, akkor, hogy ez egy tök többek, ja, ja, volt. mindenképpen. Aztán hoztál egy olyat, amit én nem olvastam még, ez Kalil Gibrannak a profétája, viszont már többször terveztem, csak valahogy úgy nem tudom, tehát félek egy kicsit nehéz. Nehéz? Hát, én azt is angolul olvasom mostanában, de az elolvastam magyarul is, elég rövid. Igen. Tehát elég rövid a könyv, de nagyon tartalmas, akkor az azért mondod, hogy nehéz. Igen, hogy Tehát így megértem? Igen, 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 úgy, úgy. Én, én ezt most úgy szoktam csinálni, van van öt könyv a, így az ágyam mellett, és azokat így befejezem az egyiket, kezdem előről az el, a másikat, és akkor az az öt könyv, az most megy így körbe. És ez az egyik, hogy hogy amikor először elolvastam, akkor hú, ez meg az így beütött, de másodszorra meg már teljesen mások. Szerintem ez egy ilyen, ez, ez, szinte egy ilyen élő könyv. A Bibliára szokták mondani, hogy élő szó, tudod meg ilyen. De én mindig kerestem az ilyen, ilyen lelkiesebb dolgokat, és ez az egyik, ami, amit úgy rendszeresen szoktam olvasni, és mindig kapok belőle valami újdonságot, és rá tudom vetíteni a saját életemre. Meg uh, van a Tao Te King, nem tudom, azt, hogy mondják. Uh -huh. Ugye? Igen, van ilyen. Tao Te az Azt is más, hogy mondják, mint a Lao Tzu. Az az egyik ilyenem, ez a proféta a másik, akkor a, a Gita, Krishna. Igen, Bhagavad Gita. Igen, Ilyeneket szoktam így az ágyam mellett. Ezeket így előveszem, nézegetem, ah, és így. Nekem is egyébként időszaktól függő, hogy hogy mit a bagavad idet, én is sokat forgatom, meg olvasom, meg ne, én nekem most egy pár éve az új szövetség egy ilyen Aha. gyakori, van egy pici zseb új szövetség, ja, most ja. Na, van lesz. Egy különleges sztori, majd egyszer egy videóban elfogom, hogy, hogy hogy lett nekem egy olyan, egy kis bőrkötésű, és mit tudom, hozom magammal, ilyenkor, amikor ingázok Pestre, és csak úgy tudod felütöm valahol, és elolvasok egy pár passzust. Igen. Na én is, én is ezt szoktam. Csak én elalvás előtt. Egy-két ilyen gondolat, ez... Hmm, és akkor megyek aludni. <laughs> De profit nagyon gyönyörű, ahogy ír, meg azok a gondolatok, hát ilyen, ilyen, kicsit romantikus, mm -hmm. ami, ami számomra így, így most már nem vagyok annyira, de ilyen fiatalabb koromban én iszonyú romantikus voltam. Tehát, hogy minden, ami De nagyon nagy gondolatokat ír le. Mind, szinte mindenről kérdezik. Tehát ál, Meg a, a Mad mond, a Lane Staley beleírt beleírta az a profétáról, hogy mm. azért kezdtem el olvasni. Többnyire nekem ezek mind ilyen, a legtöbb dolog a zene, vagy az kapcsán valahogy rátaláltam ilyen dolgokra. Ugyanez, ugyanez. nekem is ugyanez. Tehát, hogy így, miért? Így csomó zenekart így ismertem meg, hogy valami kedvencemen láttam a pólót, nyilatkozta, sok filmet így néztem, meg sok könyvet így olvastam a lényeségben. Uh, yeah. My pain is self-chosen, so the prophet said. Az, az a Mad season be van. River of Deceit. Ja, hát ilyenek. És vége hozta nekünk top 5 sorozatot. Igen. Ahol jön, rögtön jön egy olyan, nagy lost. Sorozatok az a feleségemnek a, a, a. Most hogy mondjam? Hibája, nem hibája. Hogyan? Tehát ő, ő, ő húzott engem bele a sorozatokba. Én többnyire filmeket részesítettem előnybe. Én azt gondoltam, hogy a sorozatok az ilyen gyenge minőségű, tehát nem olyan. Vagy a kurva sokáig így is volt, szerintem. Tehát nem tudtam így azon túl látni. És pont a lost is ilyen volt, hogy elveszettek, vagy mi az magyarul? Eltűntek. Szerintem. Eltűntek. Nem tudom, hogy mi ez, ezeket én már mind, Most már mindegyiket angolul néztem. Tehát a, ezek mind uh, inkább Japánba néztem őket. Vagy ha Magyarországon, akkor is, mivel mondom, a feleségem angolul, beszélünk, meg többnyire azt használjuk otthon is. Úgyhogy ezeket a sorozatokat én mind angolul tudom igazán. És a Lost ezt is úgy nem biztos, hogy így volt időrendi sorrendben, de próbáltam úgy fölállítani. Néztem más sorozatokat vele, mindenbe belerángatott, a, a, a Friends-től kezdett ott, barátok, uh -huh, meg, a, barátok igen. Meg, meg voltak ilyen, amiket nagyon szeretek még, ilyen komédiák, a Big Bang Theory, Ezt nem tudom, hogy mondják. Szerintem annak nincs magyar címe, szerintem az magyarul is csak így, így van. Aha. Na mindegy, de én ezeket szeret, mondtam, hogy ez a rejté, a, a kis herteget, illetően mondtam, hogy az életnek az ilyen rejtelmei tetszenek, vagy foglalkoztattak mindig, és a last is egy ilyen sztori, hogy, hogy mi ez a sziget, meg hogy van ez. Hát meg, meg, figyelj, ennek a sorozatnak a felütés az, az első rész, ahogy kezdődik, ja. Elképesztő. Ez egyik legjobb ilyen sorozat nyitány valaha szerintem. Ja, ja, ja. Úgyhogy az, azt megnéztem egy párszor már így elejétől végig a feleségemmel szerintem, vagy kétszer, meg egyszer a lányommal is. A elejétől végig tetszik? Vagy te is osztod azt, hogy a végére megfárad egy kicsit és túlbonyolítják? Talán csak a vége, a legesleg vége, vagy nem hm? teljesen egyértelmű. Érveztem szinte végig szerintem. Hm, jó, oké, én is így látom, amúgy csak kíváncsi hogy te mit mondasz. Hát, ja, de minden, majd, hogy nem minden sorozatban azért nehéz tartani, nem is tudom hány évad van a lost például, hét vagy... Hat. Hat? Hmm. hat csak ott ugye a, második felébe volt többször az írósztrájk, meg ilyenek, annak uh -huh. rövidebb, hosszabb évadok, ott ugye ja. azt mondták utólag, hogy az ilyen gyengébb évadok, azt hiszem, a négyes volt, még egy kicsit gyengébb, hogy uh -huh. az pont az írósztrájk miatt lett ilyen. De ez egy J.J. Abrams. Igen, igen, ugye? az ő, ő produkciós cége gyártotta, igen. Aztán jön egy egy fringe rejtély. Rejtély. Hát hát ugye... Szerintem az is J.J. Abrams, nem? Azt hiszem, igen. Pont nézegettem. Igen, Na, hát az, az meg megint ugyanígy, hogy, hogy van egy párhuzamos univerzum, azt hiszem, az az egyik fő csapást. És az már eleve, hát ez milyen jó kis gondolat arra építeni. Figyelj, kurva az alapötlet ennek a sorozatnak, és egyébként ez azon kevesek egyike szerintem, hogy 5 éjjel száz rész készült belőle, hogy ez szerintem tartja a színvonalat végig. Nagyon szerettem azt is. Meg hát azt, hogy itt azért eleve az amatőr Joshua Jackson, Lance Reddick, szereplődött kurva jó színészek is vannak benne. Hát az mindig fontos szerintem eltalálni a megfelelő karaktereket, szereplőket, a sztorin kívül, azt szerintem nagyon, mert ezek a sorozatokban szinte hozzád nőnek. Ezek a... Hogyne? Már ez még annyira nem de lehet be is a Walter. Ki az a színész? A... De te most mondtál ilyen neveket. Igen, ugye, hogy a, a nem fogom tudni a sorozatban a neveket most hirtelen, ugye a, a dok, Az orvos, a maga a, Tudós vagy, nem tudom, vagy Szakértő. Azt mondom, ő a Lance Reddick. Lance nem? Reddick? Kopasz, mm -hmm. néger, csávó. Nem! ú régen láttam. Akkor Ez John, a... John Noble lesz akkor valószínűleg. John Noble. Lehet. Na mindegy, nekem ő a kedvenc karakter. Ugye, Akit kihoznak a... a... Ő lesz az, igen. Műzéből. Ő lesz az, szerintem. Uh -huh. Ugye a Lance Reddick meg tök érdekes, hogy itt figyeltem fel rá, és például miatta kezdtem el nézni a Harry Bosch sorozatot, pedig akkor már olvastam egy pár Bosch regényt, csak így nem mondtam pár azok ezek a Connelly, regényekből vannak, és miatta kezdtem el nézni a bos, mert ő a rendőrfőnököt benne. És hogy tök kíváncsi vagyok, hogy most, hogy meghalt, mi lesz azzal a szereppel a sorozatban, tudod? Mondja még megy sorozat Azt tovább, megfigyeltem, hogy én... minden jó sorozatban benne volt. <laughs> Igen, legalább <laughs> egy kicsit. Ugye? Aztán én egy olyan sorozat, amit én nem láttam, csak a, Aha. a mozifilmet, ugye a, Igen. A 12 majom. Igen, hát gondolom a, a, film alapján készült, én meg a filmre nem emlékszem, szerintem láttam, nem mernék megesküdni De ez egy Bruce hogy, Willis, nem? Igen, igen. Terry film egyébként. Nem mernék megesküdni, hogy a, hogy a film az eredeti ötlet, tehát szerintem az valami adaptáció lesz inkább, de lehet, hogy lehet mondok. De az is ilyen, az meg ilyen időutazós, ez a tehát vissza kell mennie a főhősnek egy bizonyos pontra, hogy, hogy megakadályozon egy ilyen világot elpusztító betegség, vagy hogy mondjam, ilyen pandémiát. Tehát ezt is élveztem, de ez, ez a öt közül, amit most ide megemlítettem, talán erre emlékszem a legkevésbé. Tehát lehet, hogy azt láttam a legkorábban, vagy, vagy hogy mondjam. De nagyon jó, és a. a ha kérdeznék szövegébe, abból kiemeltem pár dolgot. az, az inspirált. Figyasztam, hogy a Sons of Anarchy, zseniális magyar címén kemény motorosok. Tényleg? Tényleg. Még Hát a Sons of Anarchy az, az, azt is a feleségem találta, és akkor mondta, hogy hát, ez kurva jó, és ezt meg kell nézned. Ő már, mit tudom, én, harmadik résznél járt, és akkor visszajött velem az elsőre, kezdjük újra. De mondom, hogy ez az ő dolgai mindig. Tehát én nem, nem, nem ülök le még egy ilyen hosszú izé, és akkor majd az lesz, hogy már azon gondolkodom a melóhelyen, hogy vajon mi lesz a következő rész? <laughs> van ilyen, van ilyen, igen. Ezt, ismerjük Na, ezt Érjek már haza, és akkor leülünk. Tehát az meg ilyen, ja, motorosok és ilyen bűnbanda, ugye? De itt, itt, itt a legtöbb ilyen sorozatban, amikor ott. Na, tehát elsőre itt, amikor hallott, hogy ez mi, vagy miről szól, lehet, hogy nem is, nem is ö, tetszene így az alapján, amit hallasz, de aztán. Tökéletes példa. Az egyik nagyon kedves barátom, Günther, mondta, hogy figyelj, imádni fogod nézed. Elolvastam. Sons of Anarchy? Faszomat mondom, de én biztos nem fogom meg. Hát én is mondom, motorosok. Tudod. Két, két, sorozattal voltunk így. Ez, egy, ez volt az egyik, a másik a Black Sales. Black Sales már rám is van tetoával a úgyhogy nem szerettem azt se, <guss> tudod? És így, így ezzel voltam, úgyhogy ezt azért kezdtem a -e nézni, mert láttam, hogy csomó olyan sztár, tudom, bennem, kameózik yeah. benne. Mert akkor negyedik évadnál járt körülbelül. Tehát akkor már kurva nagy kultusza volt ugye kint és én azt vettem észre, hogy egy baszottó beszippantott, nagyon elvitt a világ magával, meg így a kurva zenék vannak benne, oh, az egész, és így azt vettem észre, hogy baszki rajongom, tudod. A spin nem kezdtem még elnézni, de azt mondják, hogy az se rossz. Az a mexikói, azé? Azt hiszem, igen. Majaz. az? Igen, 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 Ja, én is így voltam, hogy basszus, motorosok, meg ízé, meg még ráadásul gengszterek, nem biztos, hogy ez túl kemény most nekem, de jellem tanulmányok, de magyarul úgy lehet. Ja. Az, meg ezek az élet ö, helyzetek, ahogy kialakulnak. Tehát, hogy nagyon tetszett. Ö, ennyi. Én igazából az is, ez meg engem, hogy benne van a Taylor Sheridan, azt hiszem, az első három évadban, talán ő a rendőrfőnök, hogy micsoda, hogy ja, szereplő. És ugye nekem a Taylor az a Hú, Wind lett ilyen óriási kedvenc, de már előtt a sicario így nagyon beloptam magát a szívembe, és ugye akkor így mondtam, hogy jó, ja, nagyon jó szerepet játszik. Nagyon... Meg még a Henry Rollins benne van. Igen, igen, igen. Sok mindenki. Navarro. Benne. Igen, Dave Navarro. Igen, ugye? igen, ő is. Assehoff. Danny Trejo. Ja, tényleg? Körtni <laughs> Love. Hát fiasztok, van a végén egy Walking dead Fú, basszus, az meg, az meg, azzal, meg pláne úgy voltam, hogy áh, hagyjatok már ez egy zombis hülyeség. Én, én az, mai napig az első évadot láttam csak, azt végig és mondtam, hogy ezt soha többet, imádom a zombi filmeket, ezt soha többet. Az az érdekes, hogy szerintem, amikor sorozatokról van szó ebbe a műsorban, szerintem nagyon sokszor feljön. Egy, ödés, egy kivétel, ezt nem mindenki hozta a kis sorozatokat, hozott, vagy talán kettőben. Hát akkor talán volt, lehet, vagy. hogy neked is. Figyelj! Valószínűleg bennem van figyelj, hibad, igen. Ez nem hiba, csak még nem áldoztad rá. Nekem az volt, hogy ez is, a feleségem mondja, hogy szeretni fogod, mondom, én ez kizár dolog. Már egyszer el is kezdtem, én is, első rész, mit tudom én, Á, nem, és most, ez a legutóbbi, tehát ez most nemrég, szerintem egy fél éve mondta nekem, ülj le adj neki 20 percet, egy fél órát, oké? Okay? Szója, volt már olyan, hogy én mondtam neked valamit, ami nem jött be. Ú, <laughs> uh, igen, kemény zsarolás, kemény sarokbállítás. Igaza van. Van benne valami. Mert mondom, jó van, oké, okay, 20 percen van rá. Na, kíváncsi vagyok, aztán 13 év, évad, három-négy hónapig néztük. Kurva jó. De egyébként szerintem van olyan, lehet, hogy van olyan, Rich, lehet, hogy van olyan, hogy még nem jött el az idő neked. Simán lehet, persze. Érdekes, nem vagyok nem? elzárkózva előle, tehát, hogy így biztos, hogy lehet, hogy jön elhobbál. egy olyan idő, időpont, amikor ez meg fog fogni, mert én én nekem igazán az, hogy, hogy zombi apokalipszis, meg izé, az úgy, hogy, hogy kicsit olyan fura volt, de maga az, hogy az emberiségnek a az, hogy mit hoz ki belőle a, a túlélők, meg a, a nagyon jó dolgok vannak benne. Tehát ilyen párhuzamokat találtam a, a, szerintem az emberiség történelmével. Simán lehet. Tehát figyelj, a képregényekből olvastam az első hetet, és azt, az jó volt amúgy, csak valami a sorozat akkor nem győzött meg. De lehet, hogy ránézek mostanában. Mert amúgy figyelj, a feleségem a Black volt így. Hogy elkezdtük nézni, lement az első két-három rész. Figyelj, kalózos, tehát én minden kalózos szart megnézek, mert nekem nem ez ilyen mánia, tudod, és a Black Sales, ugye a kettő kalózos sorozat indult akkor, volt a Crossbones, amit a, nem tudom, és John Malkovich volt a főszereplő, uh -huh. tök jó, de azt egy év után kasszálták, egy év után kasszálták. A Black Sails-et meg úgy reklámozták be, hogy ez a kincses szigetnek az előzmény hogy került hozzájuk a kincs, meg tudom, tudja, mondom, a kincs szigetet olvastam húszszor körülbelül, tehát, hogy mondom... Ez ahogy. alapján nem, nem ülnék le. De, tehát, én mondom, ne kalózos. És ugye nekem tök tetszett az első részt, a fogva a feleségem, nem annyira. Ha a három rész lement, át neki ebből ennyi lehet, hogy elég volt. Na no, figyelj, még egy részt nézzünk meg, ha nem tetszik, nézem tovább egyedül. Oké, okay. és azt hittek ez egy vége és vártuk a következő évadot. Hogy új, új, és a mai napig azt mondom, hogy a Black Sails-nek a harmadik évada, talán a Yellowstone második évad vetekszik vele, hogy intenzitásban, meg izgalomban, hogy lehet valamit fokozni ennyire. És az a kemény, hogy a Black még történelmileg is timmel kurva sokáig. És hol lehet ezt nézni? Fú, nem tudom, hogy, hogy hol van fenn. Meg Black kell nézni, mert azt hiszem, hogy sztárzos volt, szóval nem Aha. tudom, hogy, hogy, hogy hol, melyik Na, majd utána nézek. Nézővel, de az el, első évadot bírt ki, nem most keresünk. költségvetés. Walking Dead lement, most keressünk valami újat. <laughs> első évadot ki kell bírni, mert az kis költségvetés, még ott, ott sok a csöcs, meg ott kevés a történés, és a második évadtól szerintem nagyon beindul, amikor már volt pénz díszletre, meg mindenre, uh -huh. meg hajókázni, tényleg. Király. Nem CGI hátérre. Na no. jó volt. Jó van. Hát Fodi, nagyon ja, szépen köszönöm, Na, én hogy köszönöm. jöttél. És szerintem olyan ö, aspektusok ból is rád láttunk, meg megismertünk, ahogy eddig talán nem feltétlenül. Uh -huh. Úgyhogy azért is örülök neki, hogy ez a beszélgetés összejött. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgathatok itt, megnéztetek minket. A leírásban ott van, hogy hol tudjátok Fodit követni, meg hol tudjátok a, zenekarait, a zenekarát követni pontosabban. Fontos, kövessétek, hallgassátok. Uh -huh. Aztán tartsatok velünk legközelebb is. Még nem árulom hogy ki lesz a következő adásban vendég, legyen meglepetés. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt az Adjegy ötöst! Tartsatok velünk legközelebb is. Gyötöst! A kedvencekkel. A